Jó estét kívánok, mielőtt táncra perdülnének a kedves nézők, üdvözlöm elsősorban most a hölgyeket, önök a Weekendet látják. Férfi kollégáim nevében is nagyon boldog nőnapot kívánok. A mai Weekend, a jeles nap alkalmából képzeljék el, az esküvőkről fog szólni. Az előbb DJ Jánosik alapozta meg az esküvői hangulatot, vele később beszélgetünk majd, és folyamatosan zenél is nekünk, de mutatunk a mai műsorban csodaszép gyűrűket, tortát kóstolunk, ruhát választunk, és beszélgetünk majd egy esküvői fotóssal is. Először azonban egy igazán karakán ceremónia mestert köszöntök a stúdióban, Zentai Editet. Szia, Edit! Gyakorlatilag te egy ilyen multifunkcionális szórakoztató személy vagy, ugye műsorvezető, rádiós műsorvezető, énekesnő, és hát most már nem csak ceremónia mester, hanem hogyha jól tudom, össze is adod a párokat? Konkrétan erre is van már lehetőség, igen. Viccesen szoktam mondani, hogy már csak nem vetkőzök egy rendezvényen, ténylegesen így van. Bár én hiszem, hogy minden elő folyamata annak, hogyha valaki beér egy feladatra, annak meg kell, hogy legyen. Hát én ugye a rádiózásból indultam, tehát ott azért volt az embernek egyfajta mikrofon szeretete, ismerete és ennek a csínyát, bínyát megtanuló időszaka. Aztán jött nekem az éneklés, amit én azért 10 évet lehúztam. Esküvőkön, bálokon is, olyan rendezvényeken, ahol természetesen én láttam is, ha már esküvő, abszolút meg volt az alap. Így van. Figyelted a vőfélyeket, vagy akkor már ceremóniamesterek is? Már akkor voltak ceremóniamesterek is, igen. De hát én, mint ugye énekesnő, azon kívül, hogy én szeretem az énekes műfajt is csinálni, én nagyon szeretek beszélni is, és nyilván azért egy énekesnőnek is van egy showman felelőssége, amit én abszolút képviseltem, úgyhogy esküvőn is, nyilván a zenék között több esetben van, amikor egy kicsikét az ember feldobja egy-két jó poénnal, mondjuk az esküvőt. Aztán innen szépen jött egyszer egy megkeresés, hogy igazából szeretnének egy olyan karaktert, aki nem vőfély. Konkrétan engem megszerettek a rádióból, a stílusomat, a hangomat, a habitusomat, és hogy elvállalnék egyszer egy ilyen esküvőt, ez volt körülbelül 10 éve. És hogy lehet erre készülni? Nagyon kell erre készülni, én inkább azt mondom, hogy mai napig ugyanolyan hével és lázzal készülök, hiszen minden egyes ember, minden egyes ifjú pár teljesen más. A nász nép is más, viszont itt nyilván a fiatalok vannak, vagy a fiatalokat nevezük, teljesen mindegy hány évesek, hiszen mindenki fiatalnak éli meg akkor magát, amikor az esküvőre készül. Úgyhogy én minden egyes esküvőmre úgy készülök, mint ahogy te az adott műsorodra. Konkrétan forgatókönyvvel, alapos munka előzi meg azt a produktumot, ami már a nagy napot fogja majd körülvenni. Akkor tulajdonképpen nincs két egyforma esküvő. Én azt gondolom, hogy nincs, bár nyilván vannak olyan hangulatfokozó játékok, amiket kérnek, láttak, szeretnének, ha ők is megélnék, bár én akkor is szeretem rájuk személyre szabottan megírni adott esetben azt a kérdést, vagy a násznépre építve egy kicsikét meginterjúvolni, hogy kik lesznek ott, milyen idős házaspárok, akiket mindig meglepünk valami kis egyedi dologgal. Akkor gondolom, hogy van előtte egy jó pár találkozó, mielőtt igazándiból a boldogító igent kimondja az ifjú pár. Meddig tart a ceremónia mester feladata? Mert ugye van egy, a bulinak van egy olyan hangulata, amikor már az aranyeső és a kék szeme felcsendül, akkor már azt hiszük, hogy nem kell ott a népet nagyon terelgetni, de te hogy szereted? Igazából én mindig azt mondom, hogy ceremónia mester, koordinátor, háziasszony, szószóló, bárminek lehet nevezni. Hiszem, hogy kell egy karakter, aki ott van, aki ténylegesen addig marad ott, ameddig ő érzi. Én csak magamról tudok mesélni, vagy beszélni, és nem a ceremónián mesterek nagy átlagáról. Hiszen én van olyan buli, ahol tényleg úgy érzem, hogy 1 órakor már semmi szükség, hogy ott legyek, de van, amikor még reggel 5 órakor mondjuk a Highway to Health együtt éneklem azzal a tomboló maggal, aki ott marad, mert úgy érzem, hogy ott kell még lennem. A feladatköre általában addig tart egy ceremóniamesternek, míg azokat az etapokat végig navigálja, amire gyakorlatilag hivatott a szerepköre. Tehát menyasszony, tánc, utána bejön még az ifjú menyasszony, vőlegény, mint új ember, új asszony, és gyakorlatilag utána szinte sok ceremóniamester lebont, hogy fogalmazzak így. Én általában maradok, hiszen azért vagyok ott, azt gondolom, hogy kicsikét több is a feladatköröm, mint sem egy ceremóniamester. Mert én egy picit ilyen anyuk helyett anyja vagyok, kicsikét a nőiességemet, nem is kicsit, én nagyon elő szoktam azért ilyenkor húzni, mert
Azért megélem azt is, hogy anya lehetek, és anyai mi voltomban beleélem magam egy örömanyának az őrült mód aggodalmába, és ha úgy érzem, hogy ő még akkor nyugodt, amikor még látja, hogy a csomagot megkapja az utolsó vendég is, és kell, hogy ott legyen valaki, aki segít, akkor én ott maradok, és ebben is navigálok. És ugye, hát végülis nem is olyan régen élted meg magának a mennyasszonynak a boldog létét, tehát ezzel is tudsz azonosulni. Mik voltak a legkülönlegesebb esküvők, vagy a, nem is tudom, a leghíresebb pár? Hát nyilván volt olyan is a munkánkból adódóan, most itt nevet, ha szeretnél, nyilván mondok. Műsorvezető kolléganő Takács Nóra például az ő esküvőjét, kétnapos esküvőt volt szerencsém moderálni nekik, tehát ilyen ott alvós balatonik is nagyon. Divat most egyébként ilyen elhagyatott kastélyakot felkeresni, és ott tartani magát, a mulatságot, a bulit. Egyébként minden esküvő tényleg, az a jó, ha úgy éli meg az ifjú pár, hogy az övé volt a legszuperebb és a legegyedibb. Egyébként nagyon divat mostanában a tematikus esküvő kérése, tehát volt már, amikor Francesco Tottinak voltam például öltözve, vagy legalábbis Róma mezbe jelentem meg, mert a vőlegény és a mennyasszony is őrületes Róma fan, és az egész násznép e körül épített dekoráció, még a pálinka is rómás címerrel volt felcímkézve, akkor én figyelek erre, egyébként is fontos számomra a megjelenés, tehát mindig viccesen mondom, hogy nem szeretnék jobban kinézni, mint ott bárki, bár ez nem mindig sikerül, de arra figyelünk, tehát azért fontos, hogy nyilván én beleolvadjak abba a millióbe, ami mondjuk egy dekorációt és színvilágot képvisel, mert és ezek minden, fontos dolgok. Bocsáss meg, minden esetben énekelsz is? Igen, ezt azt kell, hogy mondjam, igen, tehát Istvánnal is van szerencsém sokat dolgozni, és ő is tudja, hogy meg kell. Tehát én azt gondolom, hogy ha persze a zeneiségről is fogtok majd beszélni, ha egy DJ van, teljesen jó, aki őket választja, vagy igen, ezt a zenei irányzatot. Viszont miután én énekelek, és hát persze, hogy kihasználom, mert tudom azt, amikor vacsora van például, akkor én odaadom a pendrive-ot, és egy kellemes szép dalocska elhangzik a ceremóniamestertől, vagy éppen attól, aki ott minden lébe két kanál, azt nagyon jól fogadják. Főleg buli közben, hogyha egy olyan dalocska jön, ami egy kicsikét fölrázza a még nem tomboló tömeget, akkor azt is bedobjuk adott időben jó helyen. Hát ugye lassan itt a tavasz, és már szerintem jó előre be is jelentkeznek a mennyasszonyok, vőlegények. Igen. Hogy néz ki a te naptárad? Már teljesen tele van az évad? Vannak még szabad kapacitások, de azért nagy százalékban igen, és hál' Istennek járom az országot. De hát nyilván megelőzi mindig már, tehát most már én készülök a májusik és ifjú páraimmal, tehát őket én már hívogatom, vannak feladataik, amiket nekem át kell, hogy nyújtsanak, magukról egy kis bemutatkozót. Engem nagyon sok minden érdekel velük kapcsolatban. Tulajdonképpen... A miért pont neki mondtam igent, kíváncsi vagyok a családjukra, és olyan információkat szeretek ott elcsöpögtetni, nyilván az esküvőn, amin még talán ők is meglepődnek. Hát én úgy gondolom, hogy sok ifjú pár családjának lettél így tulajdonképpen a tiszteletbeli tagja, és lehet, hogy ez nem csak van az esküvőt, hanem még a gyermekáldást is megosztják veled, mert hogy tényleg ez ott mindig voltál. Így van. Most is rengeteg helyre kellene mennem, mert hál' Istennek babaáldási híreket mindig megkapom, és ez egy külön habatortán, amikor tényleg úgy kezelnek, hogy Edith nekünk megmarad, és tartjuk a kapcsolatot. Ez a lényege, ha az embernek a lelke benne van a munkájában. Hát köszönöm szépen. Én is köszönöm. Sok sikert kívánunk neked ehhez, és az sok-sok más feladatodhoz is. Köszönöm.